Rendesen látszik a kamerában, hogy hideg van amúgy. De komolyan. Kék. Igen, ez a fűtési szezonnak a kezdete. Nálunk első nap, próbafűtés, fák kell összevágnom, mindjárt hívom Leventét. Mi van a születésnapommal? Hát én kitaláltam, hogy mit veszek neked születésnapodra. Mondtam már neked, hogy én nem az az ember vagyok, mint a normális emberek. Leszarom a születésnapomat, nem kell semmi, mindenem megvan, de tényleg műhellem a névnapomat is, a születésnapomat is. Érted? Meg minden ilyen szar ünnepet, a karácsonyt, a gyűlölöm. Magasra fölpakoltam a fát. Van neked az a kis szürke állványod? Igen. Ami instabil, szar, kicsi szürke. És olcsó. Nem a tiéd volt? Hát volt. Csak elvetted, és utána te kezdted el teljesen... Mi az, hogy elvetted? De apa, volt, amikor elkértem, hogy apa, add már oda, mert én szeretném majd használni itt meg ott, egy 5 napra elvinném. Nem, én is szeretném használni, nem adom oda. Hát jó, akkor innen tiéd. Akkor azért nem adtam oda, mert szerettem volna használni. Ne vegyél másik... De egyfolytában használod, ne vegyél másik... Én vettem magamnak! Akkor ott van, én pénzemből. A tiéd, hagyjál már békén, a tiéd, rendben. Majd akkor lesz az enyém. De nem az jelenti, hogy például te nem használhatod az én cuccaimat. Akkor csak éppen használtam, azért nem adtam oda. Mikor használtam én a te állványodat? Basszus. Meg a te kamerádat. Egyszer használtam a te kamerádat. Igen, amikor vagy videóztam. De nem is filmezel, minek használnád? Mi az, hogy nem filmezek? Nézd rá a csatornámra. Kapcsold ki. Na, tényleg. Kapcsold már ki! Becsó! Tényleg. Hagyjál már, hogy csináljam ezt! Nem látod, hogy... Milyen... Hát mondtam, hogy beparázsodik a kamera. Milyen messze vagyunk az ebédnek a végétről? Hát ahhoz képest, hogy el se kezdtünk ebédelni, meglehetősen messze vagyunk. Az illatok nagyon jó, csak ki kéne szellőztetni. Mikor készül el az ebéd? Az a kérdés? Ja. 10 perc múlva meg lesz terítve. Az jó? Oké. Mi van? Szellőztessünk ki, mert nézd meg milyen a kamerának a lecsőjét. És te mondod, hogy valami hideg van, és minek szellőztetek? De van már fűtve. Mindjárt be lesz fűtve, ne aggódjál már. Itt olivás van, reggel, hogy milyen hülye vagyok. Nem is látszódik a feje. Nézd meg. Erre kinyitja az arcot. Nézd meg, be van párásod a kamera? Hogy ne lenne, persze, hogy be van. Akkor meg kell várni, míg kitűnik. Ott jön, de párás. De apa, azt látod a kijelzőnk nem látni semmit? Hát persze, mert olyan gőz van bent. Hát akkor miért nem törlöd meg? Dehogy tudom, hogy... Innen látni egy párás. Mert apa a gőz bongóc. Nem lehet megtörölni, Benzsó, meg kell várni, míg leszárad magától. Volt, amikor hogy... Anya, lesz leves? Van, nem lesz, van. Van, milyen leves? Az a legjobb. Na, úgyis meg fogják kérdezni kommentben, hogy mit kereselte itthon, még milyen napon? Kedv van ma? Kedv van, de jó. Holnap van a suliba. Jó van, mindenki megnyugtatása. Mindenki. Hányszor voltam itthon iskola időben, mindig itthon volt. Nyom. Hát figyelj, hogyha valaki látni akar iskolában menetel közben, akkor megtalált engem olyan reggel 7 körül angyalföldön. Vagy a YouTube-on. Ennyi. Hát de akkor nem megyek suliba YouTube-on. Na végre, ezt kértem már mióta, hatalmasnak gőz van bent. Utasd már, mennyire párás azok a majra. Ne már! Na, utasd már! Ne már, Benzsa, de hol? Na, még mindig a sarka az még tovább is. Na, a sarkával lehet filmezni. De milyen volt? A sarka továbbra is párás, a többi nem. Basszus. Én megittem egy fél liter vizet, most már nekem elég lesz. Lesöpölted innen az asztalt? Igen. Jó. Nem megyünk Vodihoz. Mert? Fölhívtam telefonon, mondtam neki, hogy fűtés szezon van. Kurva ideg van, megyen ki a... Hát beindul, igen, nem. Hát figyelj ide, hogyha megyek Vodihoz, ugye az volt megbeszélve, hogy lehozza a Dunapartra a 2 pecapotját, meg mágnes horgászunk. Szerinted mennyi az ide... esélye annak? Szerinted mennyi az
micsoda? De nem lehetne más csinálni, érted? Hát mi csináljunk? Hát akkor menjetek akkor. Hát de hogy megyek, már felhívtam, hogy nem megyek, hát muszáj összehoznom a fűtést. Meg kellett csinálnom a kazán, stb. Nem, olyan betegek leszünk, hogyha a Dunaparton ilyenkor kikötünk, hogy öröm lesz nézni. Ez milyen cukort öröntem? Na, jó van. Hát leszarra. Ne, ben, leven, ben. Milyen cukorka ez? Anyádat kérdez, ő adta. Cukorka, tegnap vettem. Na jó van, én megyek, mert gyere már Levente, légy szíves, segíteni. Hova megfagyni, hülyének nézel? Nem, most akkor megebédelünk először, jó? Hát én meg szeretnék begyújtani. Utána én meg megyek. Ahhoz meg kéne fa. Jó, na. Akkor apa, hagyd menjen. Menjél. Jó étvágyat. Én az előbb belejtett a szörtöt a tányérba, az amit még belejtett a cukorkába. Mi volt az? Mit ejtett bele? Ja, cukorkát? A mentolos cukorkát. A levesbe? Igen. Bele, benne van most is? Nem. Jó. Na, akkor szeretném. Jó étvágyat, apám. Mi? Miért nem tetted hozzá? Mert még ahhoz sincs felfogása. Igen. Most tisztán látsz, hogy mi van? Most jó. Hála, jó Isten. Szedd már ki azt onnan, légy szíves. Levente, te tetted oda. Légy szíves. Nem ilyen módon. Légy szíves, Levente. Basszus, Levente már. Igen, basszus már, Levente. Basszus már, Levente. Basszus már. Na. Megteszed, hogy kikapcsolod? Persze. Jó étvágy mindenkinek. Jó étvágyat. Azt mondja, hogy... Te most mentolos cukorkát ropottadsz így leves előtt? Aha. Miért nem? Te is? Én nem kérek. Mi a helyzet, Pinyula? Pinyula, hozzá se nyúltál a répához, ennyire nem vagy éhes. Tele van a pocid? Hideg van. Igen, mindjárt befűtök. Mi a helyzet, Pinyula? Itt kint nem tudtad fűteni a pocid. Hát, a nyuszinak nem, de neki van bundája. Van bundája és meg tudja magát védeni. Na, ez a lényeg. Szereti a száraz kenyeret, hoztam neki. Hát répa héjat. Az még a macskáknak a háza, apa? Melyik? Az. Utasd. Az a kis kék. Nem. Meg annak miért van telelőve lyukakkal a hátulja? Kérlek szépen. Azért, mert a nyúl ide fialt. És... A mocska is. A macska is ebbe fialt vele, igen. Lényegtelen, azért volt, azért kifurkáltam. Nem tele van lőve, kifurkáltam, hogy járjon azért valamennyire a levegő, mert hogyha csak innen hagyjuk, ez nem magyarázom, ez bonyolult. Szedtem egy kis csalánt télire. Elmondhatom, hogy akkor mit akarok neked venni születésnapodra? Semmit. Ilyen egyszerű. Semmit. Érted? Nincs, felejtsd el a születésnapomat. Nincs. Látod? Dió. Dehogy nem, na. Látod? Tudtad, hogy a diólevélből lehet teját? Diólevél? Persze, abból lehet. De a dióhéjából is lehet teját készíteni. Tudtam, finom. Na, így felejtkeztél el a születésnapomról. Véglegesen, nem, szerencsére. Nem. Na, nézd már, nőtt itt egy fa. Bakker, ezt nézd. Milyen törzse lett már? Tényleg. Ez egy kész, itt egy fa. De egyébként meg ott is nőtt egy fa, mert... Hol? Ott a... Várjál, egyrészt. Ott is nő, kettő is. Aha, ja, hogy ott? Látod? Ja, hogy az? Nem, ez bokor, te... Á, dehogy is, nem, itt van a aranyvirág, vagy még aranyeső? Ez az aranyeső, ezzel mindjárt meg kell meccenem, mert nézd csak. De ennek a közepében valahogy nem vettem észre, de ami ott ki magasodik, érted? Aha, ja tényleg, aha. Az ennek a közepéből jött ki egy fa. Nálunk ilyen fák jönnek. Fák! Na, milyen ajándék? Nézd már, annyit dolgoztam, hogy kilátszik a pizsám. Ennyi, hagyjál már békén a születésnapommal. Nézd! Megmutatom, hogy
Basszus, más meg már megmutatja. Ne vegyél semmit, ruhellem a születésnapomat. Mi? Igen? Na? Várjál. Jaj, más meg már várjak. Ha most meg már várjál. Ezt az állványt mondod, ezt a picit? Aha. Azt cserélem le neked. De miért? Ez mert kell? Mert stabil szar és olcsó. De ebből nekem nem kell új, mert én ezt tudom használni. De magadnak vegyél akkor. Tehát ezt például, Benjo, ezt például akkor köszönöm szépen. Na nézd. Te anyának vidd már majd be a borát. Igen? Nézd, ez ilyet szeretném. Ez egész jó. Manfrotto. Jó, Manfrotto. Vedd meg magadnak. És tudod mennyibe kerül? 13 ezer valamennyi. Igen, 13 ezer forint. Láttam így hirtelen. Új, de rühellem az meg nem veszem neked. Na végre, ezt amúgy, szeretem. Amivel Manfrotto... Azt tudtad, ezért... hogy én apa festő? Te festettél már festményt? Ilyen... Látod, ez itt egy festmény. Tudtad, hogy Magyarorsi Csabának is ilyen van? És? Azt katonakoromban festettem. Van benne egy kutya? Az nem kutya. Hát akkor ez mi? Kérlek szépen, a képnek a címe, hogy a pokolban nincs szabad nap. Ez pedig szinte... Te inkább én filmezek, jó? Tehát mindjárt odaadom a kamerát, meg megyek fát vágni. Szépen, nagyon. Ez oldozzál fel önkívület, az a címe. Te nem tudtál festeni. Na... Most lelomboztál, teljesen elvetted az önbizalmat. Rohadék. Te szoktál még valahol festeni? Nem, akkor meg mitől vettem? Szeretnék. Így már elvetted a kedvemet, soha többet nem fogok festeni. Nagyon gyönyörű lettél. Nagyon szép. Na gyere ide, na végre. Tudtam. Jó, ide rühelni mind a két gyerek, hogyha megölelgetem. Én is rühellem. Nagyon gyönyörű lett a festeni. Például anya nagyon gyönyörű. Tartja. Ő tudod mit tart? Várjál hát, ha kint van, igen. Régebben volt egy olyan időszak, amikor abból értem. Itt van. Köveket festett. Igen, és iskolás gyerekeket adtam el. Hát ezekből már nem lehet látni semmit, mert ezzel szoktuk kitámasztani. Ne kölgjél már bele a kamerába, jó? Megjújtam. Ez kopott teljesen. De vannak ilyen festményeim, majd egyszer megmutatom. Meg van... Ott rengeteg... van kövekkel az a barna sarokszekrény. Ja, hagyjuk abban. Jó, megyek fát vágni. Ez itt a 6150-es fűrészem. 4 éves és eladó. A társát, a vadonatúj 6150-est azt eladtam, azt láthattátok is. Annak a filmnek az a címe, hogy melyik a jobb a Husqvarna vagy a Stihl, és Vodi megmondja, Vodihoz került a vadonatúj 6150-es. Azért az a neve egyébként, mert 61,5 köbcentű. Ehhez rengeteg tartaléka alkatrész van, és ennyi, 50 ezer forint. Mobiltelefont beszámítok, tőlem már tudhatjátok, ennyi. És akkor... Muszáj megfordulnom! Össze kell vágni a fát! Jaj, végre! Érted? Milyen régen nem volt ilyen film. A magnézium fukszek, ha az egyáltalán... Na, mindjárt beindítom, persze. Ezt már félre is teszem. Soha többet nem hozzám. Megvan takarítva, gyönyörű állapotban van, hibamentes. Gyönyörű, 50 rugó. Azt tudod, hogy olyan hátul vagyok, hogy mindjárt leesek amúgy? Mert itt mögöttem egy óriási lyuk van. Te csináld azt, hogy lelépsz oda és lejjebb engeded a kamerát például. De akkor nem látszolik semmi belőled. Dehogy nem, hát a kameránk... Egyébként meg innen tökre ne... de, jó mindegy. Jó van. Mutatok egy szabályos indítást. Várjál, megmutatom neked, hogy mi van ötlet. Tessék. Jó mondjuk. Tessék, ide állok és nem lehet, hogy benne legyek a képbe, ugye? Ugye nem lehet? Á, de! Na végre! Sikerült megoldani. És még tudod, hogy mi lehetséges? Na. Azt, hogy leteszem oda a láncfűrést, és ott fogom beindítani, és te azt fogod venni. Azt is lehetséges. Operatőrke! Na, mutatok egy szabályos Fuchstek indítást, mert ugye ez a könnyített indítószerkezetű, stb. Hogy aki még nem rendelkezik Fuchstek láncfűrésszel, de szeretne ilyet vásárolni magának. Most egyébként ez a sláger, de decemberben jön az új, a KSP 162. Úgyhogy én például ugye megrendeltem ennek a tartalékát, tehát a második példány. Basszus, nézd már!
annyit dolgoztam, hogy... Ezt már az előbb mutattad. De most már nem csak a picsám látszódik ki. A francba. Nem látszódott belőle semmi. Láttad? Nem látszódik belőle semmi. Akkor most mutasd meg, hogy beindítom. Apa, ne szívass de már. De neved már onnan le! Basszus, gyere ide, állj ide, és én megmutatom, ne! Basszus már, nézd oda, hogy földühűti az ember. Tedd le az állványt, így, tessék, oda lehet fordítani. Igen, oda lehet fordítani, tessék. Jaj, de én nem látom. De akkor lépjél oda föl, te vagy, te tedd elrébb akkor. Vagy például, gyere ide, na. Ej, tessék már! De én nem egyenes a kamera, apa! Legalább az állványra figyelj oda, hogy egyenes legyen! Nem mindegy, hogy áll az állvány, így is úgy is megnézik! Na, szóval akkor ugye, on állásba rakjuk, 45-ös lapot fogok most használni. Basszus! Mi van? Aludnék! De basszus, láncfűrészelni fogunk! De hogy tudsz aludni? Érted? Hogy fogsz aludni, hogyha megy a láncfűrész? Na, gyere vissza ide. Tök majd mindegy, hogy hogy áll. Majd egyszer jó operatőr leszek, na. Már mennyi baj van veletek? Szóval, ugye láncfeszítés megvolt. Látod, mennyit meg lehet emelni? Nem kell, láncfény. On állás, primer pumpa. Ráhúzzuk a szivatót. Na, és itt jön a lényeg, mi nálunk gugáéknál így van indítás. A láncfűrész mutasd, légy szíves, nem berántjuk, hanem behúzzuk. Nem kell rángatni. Ennyi. Ennyi elég is volt neki. Szivató vissza. Várjál már, hát. Megítem, egy kicsikét. Ja, meg kell védőszemüveg, basszus. Állj vissza oda. Ennyi technikai problémát, azt nem hiszem már el, de na. Na, állvány megoldva. Na, várjál még, mert még nincs kész, mert nincs kész. Tiszta pára! Na! Nem látok semmit!
csodálata neki, már kérdeztem a Marcit, de azt mondta, hogy ez tök normális. Lehet, hogy még vágok össze egy kis... Kapcsold már ki a kamerát, mert szerintem túl hosszú. 8 perc. Ott a letke. A letke. Szia, anya! Elment a anya. Tessék, megcsinálsz ma a legjobb fotót a világon. Mutasd, mutasd. Na, tessék, várjál. Várjál. Most meg én nem tudok már filmezni. Wow, minden benne van. Minden benne van. Tényleg. A fűrész, a fa, te, az integetésed, a kocsi. Ez júj! Ez lesz az index. Na jó. Fogunk válaszolni, azt tudjátok meg, mert videózunk. Hát nem tudok, most azt sem tudom, hogy ki mit fog majd ott kommenteni. Nem, ez, de nem baj, ez egy ilyen. Na de ez most itt meg az van, hogy én meg, tehát ez meg egy videó, és én nem látom, hogy ott ki mit kommentel, vagy egyetlen hányan nézik. Úgyhogy majd... Egyébként a Nightbot tiltogatja az embereket. Már most? Ne basszus már! De érted? 5 másodpercre megy egy live és már kitiltogatja az embereket, de miért? Már van rajta, vagy nézzél, már van rajta 3 like, meg már 53-an nézik. Mit csinálnak az emberek ilyenkor, te? Na, gyere, hát, vedd át a kamerát, légy szíves, mennyi szeretnél begyújtani. Tessék, ja jó, rendben fogom. Ne. Ja, live van még, nem tudjátok, az ami ugye itt a felvételben már több egyére is elhangzik, hogy fűtés szezon kezdete, próbafűtés. Szerencsére nagyon kevés korom volt a kéménybe, kitakarítottam, meg úgy ki lett takarítva az egész kazánház, első fűtés, hát mióta reggel feltöltöttem a rendszert vízzel, 1,5 bár nyomást látok, egyelőre rajta, de hát ez veszíteni fog, majd szépen, meg úgy vettem észre, hogy nem levegős, mert mindenhol kering. Bocs, tényleg, hogy a kommentekre ott nem tudok reagálni, de... Hát figyelj, megfordítom szívesen neked a kamerát, aztán előre a kamerára váltok, várjál. Hagyjál már! Ne! Basszus! Hol lehet itt... Akkor ezt kapcsolod ki, mert ez annyira nem fontos! Igen? Biztos kikapcsoljam a videót? Akkor ne! Jaj, basszus! Na, papír, első fűtés ebbe az évbe. Mert Levente tegnap hazajött, aztán itt megmorcosodott, hogy be van be van fagyva a picsája, tojásos, mindent félretettem, hatalmas nagy doboz cuccom van, ami a papír, még a fuchsteket is elégetjük, látod? Nálunk még a tűz is fuchstekból van, basz. De nem, jó, poén. Dehogy nem. Na jó, rakok neki. Így basszus, föl kell, hogy álljak. Van egy papírzsepi, mert lehet, hogy ezt fogom begyújtani. Jó taknyos. És utána rakok rá ilyen apróságokat. Jó lesz ez, toboz például. Gyűjtöttem most egy pár darab toboz. Közben live-ba is beszélhetek, vagy azt hagyjuk? De azt csinálsz, amit akarsz, bánom. Mindegy, aki most jött, mert sokan kérdezik, hogy ez mi. Hogy ez az, szóval, hogy mivel nincs jobb... De honnan tudod, hogy mit kérdeznek? Ja, hogy te látod? Persze, hogy látom, hát itt vannak a kommentek. Ja. Szóval, hogy kitaláltuk, hogy ha már, akkor... Ha már videózunk, akkor közben lelájvolom YouTube-on, ahogy videózunk. És majd ez a videó természetesen felkerül később. Na. Valószínűleg ma. Figyelj, egyre értékelhetetlenebb produkciókat gyártunk. Ez a valóság. Lemostad már az arcodról a tiszta kormot? Te, minek lemosni az arcomról bármit, amíg nem végeztem a próbafűtéssel? Tiszta gani leszek, kormoltam. Tehát... Majd akkor bemegyek fürdeni a végén, na. Nem munka közben szoktunk megfürdeni, te. Kérdezik közben, hogy miért nincs, vagy miért nem vagyok iskolába. Egyrészt azért, mert... Mit tanítanál ott? Egyrészt azért, mert beteg vagyok, de holnap már megyek suliba. Másrészt meg egyébként is ma olyan nap van a suliba, amikor már az emberek hazaértek ma. Hazaértek a suliból. Viszont én amúgy sem mentem. Levente meg alszik. De holnap már megyek, na. Mindenki azt akarja, hogy ne legyek itthon, hallod. Elképesztő. De miért van nagy baj, ha itthon vagy? Persze. Hát már mindenki csodálkozik. Tragédia. Bencsó, mutasd az arcod. Minek? Apát nézzétek, apa csatornája ez. Basszus, mindjárt levágom az ujjamat. Milyen éles balta. Nagyon veszélyes. Nagyon-nagyon éles. Fuchstek balta. Mondom, itt minden az.
Itt még mi is fuxtekek vagyunk. A kamerát nyugodtan kikapcsolhatod most, de most komolyan. Katasztrófa, amit itt műveltetek. Ki fogom pakolni az egészet, ezt itt hagyom. Mindent. Hát, te tudod. Csinálj magadnak egy saját kis kazánt. Nem. Vagy bungit. Hát ez már mindenféleképpen a tiéd, csak most muszáj volt kitakarítanunk. Ennyi. Azzal semmi baj, csak tegnap érted, hogy ráállasztott az egészet az te, özöm. Te! Érdekes, én nem ástattam el. Nem, te olyan részeg voltál és mondtam, hogy rakjunk rá egy bilincset. Mondtam, hogy rakjunk rá! De minek? Én meg tudtam oldani érdekes módon bilincs nélkül, te! Gyökér! Ennek volt egy módja. És bezárt minket? Basszus! Nem áll! Nem áll! Nem már! Bezárt minket! Levente, ki fogom rúgni az ajtót! Hol van a bánya? Nem érdekel, hogy mi bánya! Én helyre tudom hozni! Nyisd már ki azt a rohadt ajtót, te! Levente! Bibibi! Ó, hogy rohadj meg ott, ahol vagy! Ma kapsz olyan bibibit mindjárt, hogyha kimegyek, hogy lesel! Ja, várj, most már nem a vakolatban, most már rúgdoshatod! Na! Ez hülye. Ez hülye. Most még jobban bezárt. Levente! Most miért kell, hogy tönkre tegyem a vizét, a zárat? Á, basszus! Rohadt csavar! Na! Rohadt szög! Levente! Addig vagytok bezzel, még nem lettek klaustrofóbiások. Ennyi hozzá inni! Na, váltsa már! Először beszélnem kell a főnökömmel! Hozzál inni valamit! Az meg, lopjunk Leventétől. Beindítsa a kocsit! És? Zárd már le! Először beszélnem kell! Na, majd utána megyek fiáért. Meg egyébként is adjál bankkártyát, nincs pénzem. Nekem rohadnál meg! Forintom. Mennyit van? 2000 forintom. Add már ide! De hogy adom? Én odaadom a bankkártyámat. Odaadom a bankkártyámat, de normális innivalót hozzá. Aha, te. Na, menjünk, mert Levente beszél. Az meg tudod ilyen idő. Nem, sérzős. Most nyugi már. Jaj, ez meg itt live-ol. Én meg itt live-olok, igen. Ez meg tényleg ez felvétel. Ez meg itt, na. Hát he. Persze, mert Levente el akart ütni BMW-vel, de hát úgysem, mert... Fél órája live-olunk. Nem, most biztos valami céges meeting van, mert nem veszik fel két órára. Na mi van? Elektromos ablak! Na végre! Végre igazán meghűlt a gyerekem! Hú, basszus! Nem fog visszajönni! Nem fog visszajönni vele! De! Ó, baszd meg! Várja, menj le az izéről! Baszta! Félni kell tőle! Mint valami gyilkos! És ő szépen lehet. Vagy nem. Mi a baj? Szépen közlekedjünk! Takarodjál már sörér, bazd meg, mert egyrészt szarnom kell. Be kell mennem magamat. Szarni. Be kell kötnöm magamat! Tisztességesen kell közlekedni! Megértetted? Hol egyáltalán neked jó? Világítás föl kell kapcsolni! Hol egyáltalán neked jogsi? Itt van! Javosítványon rendelkező típus vagyok! Na jó, nekem tényleg szarnom kell, basszus, be kell mennem. Állítsd már ezt a live-ot, jó? Hova menekült, látod? Itt vagyok!
Tehát most kaptad vissza ez a régi jogsid? Így van. Hát várj, azon csomó hatodott rajta van, úgyhogy én ezt nem lájom. Annak a fele már hazugság, te. Hát ez nem csak a fele. Na! Húzásörér! Finoman! Óvatosan, indexeljél! BMW is nem indexelhatok. Kreszbe vennek ott. Valami állatságot fog. Tudtam, bazd meg, tudtam! Nem is jó lenne! Jaj, bazd meg! Nem is jó lenne! Jó, leállítom meg.